Áttérünk Tarnai Richárd KDNP-s képviselő azonnali kérdésére, aki a vidékfejlesztési miniszternek kérdések a hulladék gazdálkodásról címmel kíván 2 percben kérdést feltenni, amennyiben elfogadja Illés Zoltánt, mint kijelölt válaszadót. Elfogadja öné a szó, Tarnai képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Az utcát járva egyre több helyen látni a házak, illetőleg a lakások előtt olyan hulladéktárolót, aminek sárga, illetőleg kék fedele van. Tehát ezek a külső jelek is azt jelzik, hogy valami elindult hulladékgazdálkodás ügyben. Tudjuk, hogy jogharmonizációra szorul az a terület, ami a hulladékgazdálkodással foglalkozik. Ha csak a bírságok összegét az elmúlt években megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt valami nem stimmel, mindenképpen rendezésre szorul a terület. 2009-ben 13,5, 2011-ben 170, illetőleg 2012-ben pedig 370 millió forint bírság kiszabására került, pontosan a tisztázatlan jogi háttér miatt. A kormány nemrég elfogadott egy végrehajtási rendeletet a hulladéktörvény kapcsán, ami 2 célt tűzött ki maga elé. Az egyik a szelektív hulladékgyűjtésnek a fejlesztése, a másik pedig az utóválogatás minél inkább történő megvalósításra. Én azt szeretném megkérdezni, hogy hol tart jelenleg ez a folyamat, milyen pályázati lehetőségek vannak, ugye főleg az önkormányzatok tulajdonában lévő hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek előtt, és mi az a cél, amit a kormányzat el kíván érni, és ezt milyen eszközökkel kívánja tenni. Köszönöm szépen! Ahogy ezt beharangoztam, Illés Zoltán államtitkár úr a válaszadó, 2 perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! 2013. január 1-ével új korszak kezdődött a hulladékgazdálkodás területén Magyarországon. Ez különben is aktuális volt az elmúlt időszak gyakorlatát figyelembe véve, de még egy eleme ennek az egésznek arról szól, hogy az Európai Unió 2010. december 31-ig elvárta minden tagországtól egy új hulladékos törvény megalkotását, és így Magyarország is megalkotta 2012 végére, októberére az új hulladékos törvényét, amely valójában 3 alapelven nyugszik. Az első az Európai Unió prioritási listája, amelyet nem ők találtak ki, de szakmai tekintetben teljesen korrekt, és Magyarországon is megvalósítja ez a törvény. Szakmailag teljesen korrekt az, hogy mindent el kell követni a hulladék keletkezés megakadályozása érdekében. A másik a szelektív gyűjtés, újrahasznosítás anyagában, a harmadik a fizikai, kémiai eljárások alkalmazása a hulladékok semlegesítése tekintetében. Esetleg ezen a listán rajta van az égetés, de csak abban az esetben, hogyha villanyáramot, illetve hőenergiát termelnek vele. És az Európai Unió számára és a magyar kormány számára is a legkevésbé elfogadott, azaz elfogadhatatlan a szemét lerakása. Ezzel szemben 2012 előtti időszakban Magyarországon a szemét, a lakossági hulladék 70%-a lerakásra került. Ezért a kormány bevezette a lerakási járulékot, így a szemetet elterelendő a lerakóktól az újrahasznosítás irányába. Szelektív hulladékgyűjtés nagyobb mértékben, és az újrahasznosítás elősegítése az utóválogatás tekintetében. A lerakási járulék, amely bevezetése került, pont a közszolgálatot végző cégek számára adja a lehetőséget, hogy ebből lehessen finanszírozni egy visszaosztás révén a szelektivitás növelését és az utóválogatás növelését. Tarnai képviselő rendelkezése áll, 1 perc viszontválaszra. Köszönöm szépen a szót. Az derül ki államtitkár úr szavaiból, hogy európai szinten is megfelelő már nem csak a szabályozás, hanem a gyakorlat is. Én azt gondolom, hogy akkor lesz igazán teljes a rendszer, amikor az egyes fogyasztókhoz, illetve a hulladékot termelőkhöz is eljut ez a szemlélet. A lépések minden esetre ebbe az irányba mutatnak, úgyhogy ezért köszönöm szépen a válaszát. Illés Zoltán államtitkár úr, 1 percben. Nem csak a fővárosban, hanem az ország más városaiban, településein is
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés erősödik meg. Volt ennek előzménye másút is már korábban. A Galga mentén, vagy Siófokon, vagy Keszthelyen, más településeken, Szombathelyen másút is működött ez a rendszer, de mindenütt a háztól házig, ajtótól ajtóig történő szelektivitás teszi lehetővé a sokkal nagyobb szelektív mennyiségű papír, műanyag, fém és üveg begyűjtését, és ennek anyagában történő újrahasznosítását. De ez az ország érdeke is, ellenkező esetben kötelességszegési eljárással nézett volna szemben Magyarország 2015-ben, 16-ban, 17-ben, és nagyon sok pénzt kellett volna fizetni, tehát ez az új rendszer ebbe az irányba mutat, és valódi eredményeket mutatunk föl. Ugyanakkor az emberek érdekében a közszolgáltatást végző cégek 51% erejéig önkormányzati vagy állami tulajdonban kell, hogy legyenek, magántulajdonban legfeljebb 49% lehetnek, ez is a törvény része. Köszönöm szépen!